Sziasztok, én Babett vagyok. Elnézést. És ez itt Mázli, az új kis pajtásom. És a mai napon rendhagyó módon nem filmet, nem is kis filmet, hanem egy zenét, egy videóklipet fogok reagálni. Méghozzá hát nem elsőre fogom látni, hanem amikor annó egy évvel ezelőtt kijött, akkor egyszer meghallgattam, de olyan mértékig megrázott, hogy azóta sem. Ez az AVS-től az Emlékszem című dal lesz. Több okból is, ugye, egyrészt ugye most apropója van, volt nemrég, amikor kijött a Linkin Parknak a 20 éves évfordulója volt a Meteórának, akkor kiadták a Lostot. 3 heten betelt, mire megmertem nézni. És mert tudtam, hogy nagyon rosszul fog érinteni. És egyszerűen, mondom, 3 hét betelt, mire rávettem magam, hogy megnézzem a videóklipet, és meghallgassam a dalt, és azóta is hidegrázást kapok tőle. Az pedig, hogy eleve engem az AVS egy dühös korszakomban talált meg, mint zenekar. Ez kb. Lefedi a házasságom teljes időtartamát. Tehát maximálisan megfogtak a dalszövegeik, és nagyon hamar megszerettem, ugye már csak a stílus miatt is, mert ezt a fajta zenei stílust én nagyon szeretem. Másrészt pedig a tény az, hogy ugye mondhatjuk, hogy sorstársak voltunk, illetve harcostársak voltunk Őrssel, és ugye ő veszített. Ez önmagában is nekem elég ahhoz, hogy traumatizálódjak. Nem vagyok az a fajta rajongó, aki aztán tényleg mindent a világon tud a zenekarokról, akiket hallgat. Nem tudom, hogy tényleg... Tehát a nevét tudom, meg azt, hogy még 30 évesen volt, amikor elvitte a rák, de ez már elég ahhoz, hogy elég borzasztónak találjam a dolgot, és most úgy döntöttem, hogy eltelt durván egy év, 14-én volt egy éve, pontosabban június 14-én volt egy éve a műtétemnek, ezt onnan tudom, hogy akkor vettük 4-0-ra az angolokat. Juhú. Az egy érdekes volt, a délelőtt megműtöttek, este meg már meccset néztem a telefonomon, és csak egy dolog aggasztott, hogy el ne fogjon a mobilnetem, na mindegy. Szóval úgy gondoltam, hogy mivel az utolsó műtétemnek is már egy éve, és... Hát szóval valahogy felvetette az internet nekem ezt a dalt, és úgy döntöttem, hogy akkor ez most akkor újra meghallgatom. Nem tudom, hogy most mit fog belőlem kiváltani. Meglátjuk. Ja, a hajamért bocsi, de mivel pára van és meleg, ezért a hajam göndörödik és kunkorodik, és nem fogok neki állni vasalni 500 fokban, mert egyrészt fölösleges, másrészt pedig nem tesz jót. Tehát nem készülök igazából sehova sem. Igen, a telefon az továbbra is hancúrozik itt a... Várjátok, mindjárt. Én. Szóval, ha minden jól megy, akkor ez így most kibírja. Én pedig, ha minden jól megy, akkor kibírom az AVS-től az Emlékszem című videóklipet. Tehát akkor vágjunk bele. Thank you.
emlékszem önmagamra, amikor még érintetlen szép volt. Tegnap még gyermek voltam, most meg már zárva az égbolt. Emlékszem a régi házra, te elvetted tőlem, mondd el miért volt. Látod, végül felnőtt lettem, de mégis minden percem eltékozott. Amikor még érintetlen szép volt. Egy pillanat. Szóval, igen. Most már tudjátok, hogy ilyet is tudok. Az önmagában, mindjárt összeszedem magam egy pillanat, szóval önmagában a tény, hogy visszajön valakinek a hangja a sírjából, és minthogyha, ahogy volt ugye a Linkin Parkos hasonlatomnál is, amikor a One More Light-ot, a Lost-ot, tulajdonképpen az egész utolsó heavy albumot, mint hogyha búcsúzóul írta volna Chester. Valahogy ez a dal is ugye road movie-nak készült,
mint ahogy már a zenekaroknak is, például hogy a Bagosi Brothers is csinált egy ilyet, azt a dalt is nagyon szeretem egyébként, de ez... Ez különösen ütős, mivel itt önmaga énekel, mintha önmagáról. Tehát ő is megénekelte úgymond a saját mementóját, vagy én nem tudom, de... Ugye nekem... Eleve a rák az egy sarkalatos pont, mert nagymamámat is úgy vesztettem el, meg ugye én is még csak 2 éve vagyok tünetmentes, úgymond. De az, ahogyan ezt a dalt felvették, és akkor még nem tudták, hogy mikor ebből videóklip lesz, akkor már ős nem lesz köztünk, az duplán megrázóvá teszi számomra ezt az egészet, és látjátok, eltelt egy év, és bőgök, mint egy kisbaba egy dalon. Egy olyan ember miatt, akit nem is ismertem, illetve nem igazán ő miatt, mert nyilván őt is sajnálom, hiszen egy borzasztóan fiatal, borzasztóan tehetséges fiatal ember volt, de ahogy hallgattam ezt a dalt, most végig futott az agyamon az összes olyan emlék, azok emléke, akiket elvesztettem, a nagyszüleim, főleg a nagyszüleim. És alapvetően ez egy gyönyörű dal, csak szomorú. Úgyhogy én most megyek, megmosom az arcomat, kifújom az orromat, megölelem a páromat, fölhívom az anyukámat, aztán csinálok valami vidámabbat, ti pedig, ha velem tartottatok, akkor köszönöm. És hát ennyi voltam mára. Így utólag már nem vagyok benne biztos, hogy ez egy jó ötlet volt, de majd ti megírjátok a komment szekcióban. Úgyhogy remélem legalábbis, iratkozzatok fel, kommenteljetek, és segítsétek, hogy ez a csatornám is beinduljon. Így nyáron főleg erre akarom szánni az időmet, úgyhogy, mert ugye most a másikon, a Babetta fiókból csatornán ugye nyári szünet van, bár oda egy filmajánlást tervezek majd. Nem tudom, ne haragudjatok, most megyek, tényleg megmosakszom, vagy előbb kisírom magam, aztán mosakszom meg, és aztán felhívom az anyukámat. Sziasztok!